À votre avis, qu'avons-nous vu de l'amour? Sziasztok! A héten beúszik a moziba a vízérintése, Guillermo del Toro legújabb furcsasága, amely 13 Oscar jelölésével az akadémia egyik favoritjának tűnik. Hogy valóban megérdemli ezt a hype-ot, ami most így körülötte van, hát nézzük. A film a 60-as évekbe vezet minket vissza, a hidegháború kellős közepébe csöppenünk, egy titkos laboratóriumba, ahová egy furcsa lényt szállítanak. Az egyik ott dolgozó takarító és az új jövevény között pedig egy szerelem, sőt intim közelség alakul ki, így fontossá válik az is, hogy megmentsék a vízilényt. Tulajdonképpen ezt a szerelmi történetet a nő önmagára és szexualitására ébredését meséli el nekünk a rendező egy nagyon pofás és jól kinéző filmben. Ugye Del Toro rendezett már pengefilmeket, tűzgyűrűt, pokolfajzatokat, de ő dirigált egyik kedvenc filmemet, a Faul labirintusát is, vagy az Ördöggerincet és a Kronoszt. Nos, a vízérintése inkább az utóbb említett alkotások meseiségét viszi tovább, persze sötét, sokat mutató és véres Del Toro stílusban. Gótikus horror ez, de kétségünk ne legyen, ez egy kedves mesés történet mégiscsak szerelemről, és mint mondtam, szexuális virágzásról. Van itt halál, vér, minden, viszont mindezekről gyermeki lelkesedéssel és bájjal képes mesélni az alkotó, és van itt a horror és szerelmes film zsánerellen mellett akciófilm, szörnymozi, heist movie, game story, tényleg egyfajta zsánerkavarkád jellemzi az egész alkotást, viszont mégsem esik szét, sőt valahogy ilyen tökéletes egész alkot a vízérintése, pedig az alaptörténet annyira nem túl egyedi, ugye érezzük a nő és a lény szerelmében ezt a King Kong effektet, ezt a párhuzamot, plusz egyfajta szépség és a szörnyeteg újragondolás is benne van, viszont bája nem ebben, nem a sztoriában leledzik, hanem ahogy Del Toro ezt mind mesélni képes. A mozi iránti szeretete érződik a rendezőn, és ezt a szeretetet valahogy a filmnek is átadta, valahogy sugárzik ez a szeretet a filmből. És akár csak a Faunban a spanyol polgárháborús közeg, itt is nagyon fontos eleme a filmnek a 60-as évek Amerikájának ez a paranoid háttere. Nekem ez is nagyon tetszett a filmben, nagyon tetszett, ahogy lerajzolja a kort. Ugye itt az elnyomott helyzetben élők vívják napi küzdelmeiket, és igen, felsorakoznak ezek a filmben. Ugye a néma nő egy teljesen más fajba lesz szerelmes, kerül hozzá nagyon közel, vagy itt egy afroamerikai takarító is, jólelkű orosz ügynök, középkorú meleg férfi. Biztos vagyok benne, hogy ebbe bele lehet majd kötni, és sokan bele is fognak, mint mindig, hogy zihajházat miatt van, meg polkorrekség, blabla. Erre azért értem ki, mert pont ezek miatt, a kötekedések miatt, ahogy így olvastam kommenteket, általában ezen szoktak vagdalózni, de pont ezen vagdalózások miatt mondom én meg azt, hogy ezekről még mindig érdemes beszélni. Az empátia, a más elfogadása, a szerelem, ezek ilyen örökérvényű dolgok, erről mindig és mindenkor beszélni kell, és érdemes mesélni, pláne hogyha így tudnak mesélni, hogy az Del Toro teszi. Egy ilyen kis tündérmesével prezentálja nekünk ezt a rendező, addig én ezt nem bánom, hogy újra és újra ugyanezt hallgatom. És igen, sok egyéb filmből ismerített, a már említetteken kívül Jeunet alkotásai, leginkább az Emily egészen sokszor bevillanhat a filmnézések közben, de ez is inkább egyfajta tisztelgésként jön le. A szereplőkről is csak jókat tudok mondani, Sally Hawking a főszereplő, némasága mellett is tökéletesen kifejező alakítást nyújt, Michael Shannont eleve imádom, a konzervatív, erőszakos, sikerhajház ellenszerepében félelmetes figura ő, de mindenki mást kiemelhetnék. Maga a lény kicsit a háttérben van, viszont nyilván fontos indukátora az eseményeknek, hiszen mégiscsak ő és Hawking kettősén múlik a film szíve, ami bizony általuk meg is dobban. Számomra öröm, hogy a mai hollywoodi filmtermésből ilyen alkotások is kicsöppenhetnek, mert ez nem popcorn mozi, de mégis szórakoztat. Egyszerűen élvezett hallgatni és látni azt, ahogy Del Toro mesél nekünk, tanít minket egy picit. Felnőtt mese szerelemről, erotikával és vérrel fűszerezve, de mint mondtam, ez egy szép és bűvályos film remek atmoszférával, operatőri munkával, színészekkel, csodaszép zenével. Aki szereti az ilyen típusú mozikat, meséket, bohém lelkületű, álmodozó szép filmeket, Jeunet munkásságát, Del Toro faunját, akit nem zavar a szerelem és újabb dicsőítése, akik a mozik szerelmesei, azoknak mindenképpen ajánlom a vízérintését. Aki van szörnyes popcornt látna, vagy aki szerint a Moonlight is csak egy fekete meleg film, hát annak nem biztos, hogy ez a mozi lesz a kedvence. Én a magam részéről 9 főtojást adnék a 10-ből a filmre, kívánok mindenkinek nagyon jó mozizást, jó filmezést, bármit is néztek, sziasztok!